különös játékot talál ki egy baráti társaság. Bárkinek megszólal a telefonja, üzenetet kap, együtt hallgatják és olvassák. Mi van? Csak nem kellene aggódnod. Jaj, ugyan már! Hova gondolsz? A hétköznapi estén váratlan titkok tárulnak fel, évtizedes kapcsolatok kezdenek lazulni. Eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást, ám lassanként elszabadul a pokol. A sztori a párkapcsolatoknak és a barátságoknak tart tükröt. Paolo Genovese 2016-ban készült filmje nagy siker volt a mozikban, és azóta a színházakat is meghódította. Az előadás rendezője, Tárnoki Márk, először dolgozott a Nyíregyházi Társulattal. A rendező úgy véli, a történet nagyon alkalmas színpadi játékra is. Mondhatni, hogy egy kamaradráma, tehát viszonylag kevés szereplő, egy éjszaka történését követhetik végig a nézők, egy helyszínen, egy nappaliban játszódik a történet, tehát ilyen módon nagyon alkalmas arra, hogy ezt színpadra adaptáljuk, és színpadon lássák a nézők, és talán pont azért ilyen kedvelt, mert nagyon jó arányban jelenik meg a vígjátéki elemek, tehát a szórakoztató és mulatságos történések, és közben pedig a tartalom, tehát a sötétebb tónusok, vagy a drámai felhangok nagyon jó elegyét alkotják ennek a történetnek. Az előadás olyan kérdéseket feszeget, hogy mit jelent őszintének lenni egy barátságban, szerelemben. A színpadon feszült, abszurd, szórakoztató jelenetek követik egymást. A baráti társaság egyik különös tagját Rák Zoltán alakítja. Nagyon érdekes figura, nagyon nem szeretném lelőni, hogy mi neki tulajdonképpen az útja, de az tény, hogy nagyon várják a többiek. Ezek szerint nagyon szeretik, mert folyton ugratják, és azt gondolom, hogy azt az embert szokták baráti körben ugratni, akit szeretnek. És izgalmas dolgok fognak szépen kiderülni majd közben róla. Rák Zoltán partnerei az előadásban Széles Zita, Kosik Anita, Kovács Vecei Fanni, Tari Patrícia, Gulácsi Tamás, Ijés Ákos és Horváth Viktor.